за волком. Иди за волком. Песенка это школьчик. Ашур. Köszönöm. A pihent agy az, amikor az ember laza. Tehát el van lazulva az ember, el van lazulva az agy. Jól érzik meg, pláne iszik hozzá. Tehát ezt hívják pihent agy. Mi az, hogy ügye fogyott? Akinek elfogytak az ügyei, nyugodt, boldog, el van lazulva, jól érzi magát. Egy jó ügye fogyott, pihent agyú közönségre van szükségem. Remélem, azok vagytok. Éljen a Salánki közönség! Ha az életben valami történik, akkor ez a valami valakinek kell. Mert csak úgy semmi se történik, mert mindig valakinek valami kell. Én a feleséggel 23 éve boldogságban élek. Elnézést! Nem a feleséggel, hanem a feleségemmel. A tieddel 20 éve él. Boldogság. Az öreg néni a kórházba fekszik a súlyos osztályon az ágyon. És felszáll. Ránéz Isten. Mama, még van 15 éved, erígy vissza. Jaj, mama kórház. Ácsi, doktor úr, szilikon cicit a szájakot, csinálj, vegye le a zsírokat, csinálj belőlem jó nőt. Pőv, gyönyörű mama lett műtét, kijön mama színes ruhába a kórházból, elindul, jön a benzines autó, puf, mama. Istenem, hát azt mondtad, van 15 évem. Bocs, mama, nem ismertelek meg. Mennek. Dezső, miért olyan kék a szemed? Az asszonnyal imádkoztunk. És? Hát amikor egyszerre imádkoztunk, azt olvastuk, hogy szabadíts meg a gonosztú, azt ránéztem az asszonyra. Most a gitár hamburger, bejön a pacák. A bódba, és az mi? Az hamburger. Milyen érdekes. És az mi? Az nagy hamburger. És az mi? Hát az gitár hamburger. Gitár hamburger. Adjunk csak egyet. Az adnak egy nagy hamburgert. Pacák elkezdik. Francba. Ha miért hívják ezt gitár hamburger? Hát készüljetek fel. Három cigány. Bakuba, katonaságba, sétál a három cigány. Néma, milyen szép épület, néma, menjünk benne. Jó, de szépen, ne, milyen érdek. Jó. Bementek, az pedig egy gruzin kuplerájban. Na, üljünk ide le. Stop! Erígy. Bemegy az egyik, két gruzin lekapcsolta, lefordítottak, leúzták a gatyát, és a fenekébe olajozom. Bele a fenekébe. Pif, paf, elrendezték, kijött, leült. Na, mi van? Peri, te! Bemegy. Bemegy a harmadik. Erre az azt mondja, te! Engem ott jó elrendezted. Egyszer csak... Te Ignác miért kiabál? Elloptam az olajozót. Nem azért születünk ide, örökké szenvedjünk, hanem azért születünk le, hogy boldogok lehessünk. Neves, szeres, ültes fát, mentsd meg a világot, aki szeretni tud, az nem öl. Tőle kapsz virágot, mire rájössz, mi is az élet. Már el is múlt, és öreg lettél a hatalmati pénzzel.
születtél. Minden ember nagy színész, de a legnagyobb színész, legnagyobb színész a józan ész. Na Péterke, hogy vagy? Merre voltál? Össze-vissza voltam. Össze-vissza voltam. Itt is voltam, ott is voltam. Össze-vissza voltam. Belgrádba épült egy nagy park, szép park. Leültem lócsára, hátam mögött három férfi beszélget. Én a feleségemmel hetente egyszer. Én meg kétszer. Én meg háromszor szoktam. Fiúk, én is háromszor szoktam. Ha nincs is feleséged, nem a tiédről beszélünk. Akkor elkezdtünk velük beszélgetni, én szeretem, mondjam, olyan nőt szeret, aki cigizik. Másik mondja, én olyan nőt szeretek, aki iszik. Én meg szeretek olyan nőt, aki diszkóba jár, cigizik, meg iszik. És te? Én a természetes nőket szeretem. Pancsi, megyünk hegye-petye? Természetesen. Péter, te hallom, hogy kisfiak született. Igen, kisfiú született, modern feleségem van, kisfiú született. Vízbe született, vízbe. És hogy van a gyerek? Nem tudjuk, elúszott. Hogy elúszott? Hát azt a hálóba kifogtuk. És hogy hívják? Lexus. A bolond vagy? Bolond, nem bolond, de van egy Lexusom. Először életében elment a tűzautó. Halló, Dezső! Mit csinálsz? Azt a galét hányok. Hát mi a szart tettél? Az iskolába tanítónéni néz kifele, a nagymama hozza az unokát. Gyere már, gyere már! Anyu Níma, a lúnak a lába közt laug a bélie! A apád lenne ilyen egészséges, gyere! Gyere! Budista strandon először életébe elment nagymama és Dezső. Nagymama belép a gyerekkel. Nagymama, hadd játszak a ciciddel, messze csak messire ne vidd. Dezső bemegy, jaj, fiúk, voltam a nudis a strandon, jaj, jaj, oda megyek egy nagysága, jaj, ekkora nagy mellek, nagyságos asszó, ha fogja meg a cicit. Ha mit képzel maga? Adok $100. Ha nem sül le a bőr a képéről, hát adok $200. Ha nem sül le, mit gondol, utcanő vagyok, adok $500. $500? No, nesze. Istenem, Istenem, mit istenezik? Istenem, honnan kerítsek $500? Ha vannak komoly céljaid, akkor van miért élni. Tervezd a szép jövődet, igyekezz egészséges lenni. Viszont a jó sem állandó, velünk van a sör, rosszban, jóban, mindig nyitunk ki elsőnek, neki nem kell virág, mint a nőnek, mindig nyitunk ki elsőnek.
nem kell virág, mint a nőnek. Egy korsó könnyen ledönthető, nem borul ki, mint minden nő. A sőnek nincsen drága anyja, csak jó íze van és jó apja. A sőnek nincsen drága anyja, csak jó íze van és jó apja. Azért jobb a ső, mint a nő, mert a ső hideg és habos. Azért jobb a ső, mint a nő, mert a nő habozik a okos hangosabban. Azért jobb a ső, mint a nő, mert a ső hideg és habos. Azért jobb a ső, mint a nő, mert a nő habozik a okos. Mikrorajomban lakok. A negyedik emeleten. Fölöttünk az ötödiken lakik a kis Ignác és a családja. 20-an vannak. A kisfiú lent kiabál. Anya, anya! Mondom, várjál! Halló! Kiszűn az egész család. Anya, nagyapa felakasztotta magát a padláson. Az egész család felszaladt a háztetőre. Aztán kiabál lent, április 1-e a pincébe akasztotta fel magát. Hát ilyenek ezek a pólyák. A kérem szépen szomorú, szomorú dolgot kell elmondanom önöknek, nektek. Szomorú. A feleségemnek a fiának Mulió Böle, Lubieu. Jubileuma van, 12 és fél éves. Apóssal úgy döntöttünk, hogy főzünk a gyerek szülinapjára 400 liter szívópálinkát. És szétöntöttük, én a negyediken lakom, már mondtam, negyedik, szétöntöttük a 400 liter pálinkát 20 literes butéliákba. 20 literes. Az egész szoba tele volt butéliákkal. Gyönyörű, esztétikus látvány. Ültük és néztük, mint a tévében. Gyönyörű. Alattam lakik a szomszéd Szása, rossz ember. Rossz ember, mert mindig panaszkodik, hogy elöntöm őket. Hogy mindig elöntöm, ez nem igaz, nem mindig, állandóan. Na mindegy. Egyszer lejött az unokám, aki a fiam, görkolcsiába is két, 10 kilós súllyal, akkor beült a szobába, akkor meglátta ezt a gyönyörű látványt. A gyerek megcsúszott, megbotlott a szőnyegbe, és zuhant a szobába, kirepült a kezéből a 10 kiló súly az üvegek felé. A másik kiesett a kezéből, és repült az üvegedbe. Később a pszichiátria igazgatójának, amikor elmondtam, hogy mennyi pia volt, amit nem ittunk meg, befeküdt a saját kórházába. Amikor a munkások, ahol dolgoztam, elmondtam, hogy mennyit pia volt és nincs, azok gyorsan kiszámolták, és azt mondták nekem, ha nem rossítasz le, megölünk. Visszatérve, amikor ezek a súlyok elindultak, pif, puf, paf, puf, pif, puf, két perc, és az összes szét volt törve.
egy intelligens szó nem jött ki belőlem. Boris a macska nyávogva káromkodott. Apósom, amikor meglátta, hogy csak egy flakon maradt a húszból, felemelte és fejtőzve csapta. Az egész szoba úszik, após beült a szőnyegre, és elkezdte lapátolni. Fehér láz kapott. Én próbáltam menteni a menthetőt. Após betekertem a szőnyegbe, és a hűlőszobába vittem a kádba. Ezzel lehetettem bedugni a dugót. Szörnyű volt. Nézem, a pálinka kezd folyni a rés közé. A rés nagyobb volt, mint a deszka. Két hülye rakta le ezt a padlót, én meg az apósom. Fúj, kezdte kifele jönni a svábogara, meg az egerek. A bajuszuk ráragadt a pofáj, mosolyogtak. Pedig nekünk kellett itt kinézni apósommal. Az egyik zegér kacagva ránézett Borisra, a macskára. Szóval ez az egész katasztrófa volt. Mondom, Istenem, most mi lesz? Eszembe jutott Szása, szomszéd. Milyen csendben van a franca pofája? Pedig ázik. Após kivettem a kádból, megnézzük Szását. Ment lefelé a lépcsőn, a harmadikon lakott Szása. Halljuk, a másodikon Mása néni énekli az orosz himnusz. Hát gondoltunk, már oda is eljutunk. Mása néni 175 éves, már kétszer hosszú haza temetőkül. Szereti a sorozatokat. Nem hagyja itt. Lemegyünk Szásához, bekopogó, kiissa az ajtót, és mosolyog. Azt mondja, nem vagyok itthon, nem lakok, egy hónapra elutaztam. És az ajtót becsapta, de előtte észrevettem. Az egész ház tele edényekkel, lavarokkal, üvegekkel, és a zongor alatt ott feküdt az apósa a legnagyobb csorgató alatt, és a jobb kezében savanyú gorkával. Aztán lementünk az első emeletre, ott egy száz éves könyvtár volt. Hát 100 év alatt ott annyi ember még most nem csúszkált a könyvek alatt. Én gyorsan kihívtam mérgemből a rendőrséget, kijöttek, megnézték. Azt jó megvertek. Mert nem szóltam hamarabb. Jövőre apósom lesz jubileuma, 69 éves. Úgyhogy gyűjtsük a flakonokat, most már senki nem rontja el a jubileumi születésnapunkat. Asik, asó, szép csándásan asik! Rajkin és Hofi Géza volt a példaképem. Az egyik karaktereket, amit itt látnak, a másik pedig kemény dolgokat mondhat az életről, és ők a példaképeim, meg ez az egész társaság, akinek humorérzéke van, és mától a Salánki csapat is a példaképem. Szuper csapat! Köszönöm szépen! Ivanov Petya! Слышны в саду даже шорохи. Все здесь замело до утра.
Петровские вечера. Добрый вечер, дамы и господа. Наш контингентный век, когда некоторые мистифически настроенные индивидуумы катастрофически мистифицируют патологическую абстракцию со стороны концепции «быть может». Оно и верно, оно и понятно, быть не может того, что и не было. А все-таки здорово, что я сегодня у вас в гостях в этом прекрасном гостеприимном городке Шаланг. Регельван Запорожец неким, микрорайон. Элен Дюлок, рендер, полицейский. Ай, ну что такое? Си, ремень, бестаншак си, нинч бекетве, сас гривен, сук, собака. Адоптам си, иш мектовап, сас метр машик рендер, ай. Ну что такое? Шо, си, нинч бекетве, атван добва. Сас гривен. Франца пафа де бенем там. Си, этнен метр мигать жару. Ай. Шо такое? Бевам кет, шо? Надя, Надя, та волшаг. Сука. Бегустом идь. Медик, ай, жару. Одонил жару. Хат. Кепеш сас гривенер магат мекфойтаны. Проходи. Тетя Маша магот ару, пиац, семечки продает. Ед на мендул два вендег. Мадяры пришли с номеня. Мегла так хоть лангош, феля армин тот. Рептен купили два лангош. Два сюда, два сюда. Жир фаик. Два. Кердезик Маша ненет. Итярун пиоц, валюташ, ахатар, минданют, минданют. Аз эмберек мудняк пиздец. Азми. Мия засо. Все это говорят. Мудняк спрашивает мадяры. Тетя Маша не кичит бесел мадяруль. И мудняк. Иди фидей. А пиздец за микроволами надел. Йо! А спиздец. Да микроволами надел. Рос! А спиздец. Соль. Своей судьбою жить. Не сыпь мне соль на рану. Она еще болит, болит, болит. Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Hello, hello, hello. Puja, hova az Ruzi? Itt volt a Banderas bácsi. Milyen Banderas? Hát a fiindul a Banderas. Micsoda? Azt elment vele. Hova? Szaladok a kocsmába. Mondom, fiúk, Ruzit láttátok? Most ment el Banderasszó. Ijjó. Hova? A szállodába. Melyik a szállodába? Itt van Banderas? Itt van. Hanyas szoba, 14. Ruzi vele van vele? Na! Megyek, bekopok, kinyitom az ajtót. Ott áll Banderas derékig mesztelen, csupa kocka az izmai, mellette Rozi, nincs kimosva a haja. Laug a csecse, te én úgy szégyeltem magam. Ez a Dezső, a Zsiga bácsinak is van egy aranyos, Zsiga bácsi, elment az orvoshoz, doktor úr, baj van a szexen. Hát tudja mit, Zsiga bácsi, itt van ez a kis üveg, kupakos kis üveg, vigyel, tegyen bele azt, amit kell, tudja férfitul,
és akkor majd megvizsgáljuk. Másnap jön az öreg. Doktor úr, itt van. Próbáltam én a bal kezemmel. Semmi a jobb kezemmel. Mondom asszonynak, segíts. Az is próbálta jobb kezével, még a szájával is próbálta. Kivette a fogsorát, avval is nem sikerült. Átszóltunk, Rozi, gyere már ide, segíts. Rozi is próbálta jobb kézzel, bal kézzel. Nem sikerült ezt a kurva kupakot letekerni az üvegre. És akkor Manci néni az aranyos, most már ez nem mehet tovább. Erígy az orvoshoz, vagy elválunk. Én már eddig nem bírok várni. Az öreg elment az orvoshoz. Ide figyeljen, itt van magának 5 tabletta, minden nap egyet vegyen be. Jó. Megy, útközben egyet bevet, megy a házhoz. Beveszem én mindet. Bement haza. Jaj! Jó! Püf az asszonyra. Csím, búm, csím, beszalad az após. Püf az apósod. Püf, micsoda, bejön az anyja. Azt is meg kiszaladt az utcára az öreg. Bement az egyik házba, de az egész családot, püf, paf, faci, jaj, micsoda. Az egész falu elszaladt az erdőbe. Hazajön az öreg, hát ez így nem lehet. Doktor úr, ez is ez történt. Tudja mit? Vegyen egy fél liter pálinka, Zsiga bácsi, igya meg, és itt van egy nagy trafó, dugja be az áramba, és a 2 fogót, ami van, tegye rá, tökére osz, akkor az áramtúr az leesik. Jó, az öreg hazamegy, csinálja, erre a falu kint már reszket az erdőbe fázik. Dezsőke, szalad csak, nézd meg, mi van Ignác bácsival. Dezső visszaszalad, a kisgyerek benéz, az öreg pont veszi ezt a csipeszt, hogy rátegye. Jaj, szalad vissza, menj!